Vétörök Fruzsina Sziszi című prózai színművét mutatják be december 22-én a Gödöllői Királyi Kastély barokk színház termében. Az egyfelvonásos dráma főszereplői Gubás Gabi és Dózsa Zoltán. Menjen innen! Erzsébet királyné élete sokakat sokféleképpen megihletett, de prózai színpadi mű mindez idáig nem született. December 9-én sajtónyilvános főpróbát tartottak, ahol elárulták a színdarab kulisszatitkait. A Gödöllői Királyi Kastélyban igyekszünk Erzsébet királyné szellemiségét, örökségét és kultuszát ápolni, megőrizni és bemutatni a nagy közönségnek. A kastély nem csak egy múzeum, hanem igazándiból egy atmoszféra, vagy mondhatjuk, hogy élő kastély, aminek fontos szerepe kell, hogy legyen a kastély barokk színház termének, ennek a gyönyörű kis ékszerdoboznak. Azt gondoljuk, hogy bár Erzsébet királynéről számos filmfeldolgozás, musical született, ezek nem feltétlenül a valós képet mutatják meg Erzsébet királynéről. Ezért szerettünk volna egy kifejezetten ide készült drámai, prózai darabot. Vétörök Fruzsinát kértük föl, hiszen meggyőződésünk, hogy egy női lelket kifürkészni férfi ember nem képes, csak egy igazi hölgy teheti ezt meg. Ő egy kiváló drámaíró, és ő készített számunkra egy saját Sziszi darabot. Ennek apropóján tartottunk ma sajtónapot, ahol bemutattuk az alkotókat, szereplőket, illetve egy picit be lehetett lesni az előadásba is. Azt akarom, hogy tűnjön végre. Ez minden. Ez nem minden. De ez minden. A valóban ezt akar. Már én nem mennék. De én voltam. Azt mondja, hogy én tartom itt. Azt. Ez nevetséges. Még hogy én tartom itt. Szóval mi? 24 órája. Minden gondolat a körülöttem forog. Ez hazugság. Az éjjel belemálmodott. Hazugság! Ugyan, tudom. Ott voltam. És mindez egy újságcikk miatt. A rendező elmélyült kutató munkájával valós, megtörtént eseményekre alapozva készített elő a színészek számára a karakterek megformálását. Erzsébet királyné halálát megelőző napon játszódik ez a színdarab, mégpedig Luigi Lucchini szobájában. Gyakorlatilag a merénylő képzeletben találkozik Erzsébet királynéval, és egy vívódásnak lehetünk tanúi, nem csak Luigi Lucchini személyében, hanem egy picit Erzsébet királyné lelkébe is belelesve, hiszen ugyanaz a vívódás, ami a merénylő lelkében lejátszhatott, egész életét végigvitte Erzsébet királynénak. Úgyhogy egy nagyon különleges képzelt szituáció ez, gyakorlatilag a merénylő és a királyné lelki világát ismerhetjük meg egy nappal a merénylet előtt Svájcban, Genfben. A rendező Bétörök Fruzsinának kihívást és egyben inspirációt jelentett a történet vezérfonalának megragadása. Végül úgy döntött, hogy Erzsébet királynő életét és halálát egy eddig ismeretlen szemszögből láttatja. Azért itt egy olyan ember sorsához kell hozzányúlni, akit már sokféleképpen sokan bemutattak könyvben, filmben, így úgy, amúgy. És az én fejemben mindig az a kérdés, nem csak egy sokszor feldolgozott sors kapcsán, hanem általában mindig, hogy mi az a szemszög, mi az a különleges nézőpont, ami színházilag is érdekes, és történetmesélés szempontjából is érdekes, és egyedülálló, tehát amire még nem volt példa. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem talán a második, az ijedelem után a második gondolatom az az volt, hogy ha már Sziszi, akkor nézzük már meg, hogy mi dolga volt ennek a két embernek azon túl, ami egyértelmű, és amit ugye mindenki tud, hogy gyilkos és áldozat. Én nagyon hiszek abban, hogy semmi sem történik véletlenül, és ennek a hátterének igyekeztem utána járni, és a minden felelhető forrás, de nem csak Sziszi kapcsán, hanem Lucchini kapcsán is utána járni, felkutatni, elolvasni. És ez a kutató munka alatt valóban összeállt egy nagyon izgalmas kép arról, hogy ennek a két embernek mi dolga volt egymással.
ami a kívülállók szempontjából, pláne akkori az udvar és az akkori társadalom szempontjából teljesen érthetetlen, megbocsáthatatlan és zavarba ejtő történés, az sokkal többről szól, és sokkal mélyebb történés, mint amit mi innen, vagy az akkori kor onnan látott. Minden bátorságomra szükség volt ahhoz, hogy most itt legyek. Látja, ezt el is hiszem. Egy gyilkossal. Még nem az. De ennek semmi köze ahhoz, hogy ön mire készül. Mihez van köze? Félek az emberektől. Minden embertől. Nem értem, hogy miért van itt. És miért avat ebbe be? Hogy valóban értse, beszélni kell. Miért ragaszkodik ehhez ennyire? Percek óta itt van. Tudja, hogy ki vagyok. Tudja, hogy mire készülök. És még meg sem kérdezte a legalapvetőbbet. Hogy miért akar meggyilkolni? Igen! Fontos ez? Egy gyilkos lélektanában nagyon nehéz az embernek kívülről belehelyezkednie, ezért segítséget kellett kérnem Haller József úrtól, aki a Közszolgálati Egyetemnek a tanszékvezetője, kriminálpszichológus. Vele volt egy hosszú beszélgetésem, ő egyébként szakértője is, és minden mozzanatát, amit csak lehet, ismeri ennek a sziszi-féle gyilkosságnak. És vele ültem le beszélni, és rengeteget segített abban, hogy megértsem, hogy egy ilyen figura, aki nem csak anarchista, hanem a személyes sorsa is arra felé löki, hogy valakin valahogy bármi áron bosszút álljon, hogy ezek az emberek hogy gondolkodnak. Erzsébet királynét életének 61. évében érte Luigi Lucchini halálos kimenetelű merénylete. A címszerepet ennek ellenére a jóval fiatalabb Kubás Gabi játssza. Sziszi-ről igazából talán ti is tudjátok, hogy ez a fiatalkori kép van mindenkiben, ugyanis, de talán te tudod a legjobban, egy idő után, 40 éves kora után ő nem engedte magát fotóztatni. Tehát az újságokban is azzal a képpel jelent meg, ami még ereje teljében, szépsége teljében őrzött meg a nép, így mindenki is. És mivel egy látomásról beszélünk, ezért Luigi Lucchini sem ismerte személyesen Sziszit, hiszen arra az egy momentumra találkoztak, de amikor vízióban jelenik meg ugye a Sziszi neki, akkor természetesen sehogy másképp nem jelenhet meg, mint hogy az újságokban, és ahogy ő is látja, fiatalon. Bétörök Fruzsinának és Gubás Gabinak nem ez az első közös munkája. A Gödöllői királyi kastély környezete mindkettőjüket inspirálta. Jártunk már így együtt, hogy egy olyan személynek az életét kellett ott azon a helyen létrehozni, ahol valóban élt, mozgott, érzelmeket táplált. És, tehát ez alapvetően, én azt gondolom, hogy mind a kettőnket inkább segíti és inspirálja, és nagyon megtisztelő. Én ezt most kis dicsérettel élnék felétek, mert azt mondod, hogy talán nehézkes, mert ez nem közszínház, talán a gépezet nem úgy forog. Én azt gondolom, hogy sok minden sokkal jobban működik, mint a tapasztalatok. Úgyhogy nagyon köszönjük a segítséget, mert tényleg sok segítséget kaptunk. És az első számú érzelem ezzel kapcsolatban, hogy boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. A címszereplő, Gubás Gabi megtalálta azt a pontot, ahol Erzsébet királynéval azonosulni tudott. Egyetértett a rendezővel abban, hogy Sziszi életének eddig kevéssé ismert és kevésbé nyilvánosság elé tárt momentumait is bemutassák a nézőközönség számára. Ez a belső munka, belső vívódás, ami Sziszibe benne volt, amikor először kérdeztem a Fruzsit, hogy na, hogy haladsz, mert ugye hála Istennek tényleg már ez egy többedik produkció, és elég jól kiegészítjük egymást, sőt egymás fejébe, egymás gondolataiba belelátunk. És amikor azt mondta, hogy Gabi, ez nagyon kemény lesz, nagyon durva, le fog omlani majd az a bizonyos Sziszi kép. És ennek nagyon örültem, hiszen mindannyian őrzünk valamit, ki így, ki úgy.
főképp akár a tévéből is a tévéfeldolgozás. És amikor azt mondta, hogy egyszer csak ezt a nőt bezárták aranykalitkába, és elvették a szabadságát, a döntést, a szerelemhez való jogát, akkor azt mondtam, hogy nem is kell, mert megvan az az egyetlen momentum, ami mindig kell a színésznek, hogy elég csak egy, aztán jó, hogyha több is van, de egyetlen egy, amivel mint egy köldögzsinórként én úgymond csatlakozom az ő kis lelkéhez, és át tudom adni az én érzelmeimet, gondolataimat, véremet, mindenemet, tehát élettel teli, úgymond megtöltöm, mert ahogy ezt kimondta, hogy a szabadságát vették el, tudtam, hogy ha nekem elvennék, nem tennék másképp, mint ő. A gyilkos Luigi Lucchénit Dózsa Zoltán alakítja. A színész szerepének megformálásához igyekezett beleélni magát kilátástalan sorsú, reményvesztett emberek helyzetébe. Elképzelte, mennyi elfojtott düh és indulat munkálkodhatott a merénylőben, az anarchista Lucchéniben. Én nem tudom, hogy mi folyik itt, de nem is érdekel. Egész egyszerűen nem lehet itt! Császár, jól van, ahol csak akar. Jó érve. És? Miért? Erre a kérdésre mindketten tudjuk a választ. Fogalmam sincs. Azt hiszik, bármit is eltitkolhat. Az egyfelvonásos színű ős bemutatójára 2019. december 22-én kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színház termében. Az előadást idén még december 27-én és 28-án is megnézhetik az érdeklődők, de a 2020-as évben is műsoron lesz. Nem a Sziszi az egyetlen nagyszabású ős bemutató a Gödöllői Királyi Kastélyban, hiszen a közelmúltban mutatták be Posgai Zsolt Léda című előadását is. A Gödöllői Királyi Kastély színházi életének felpesdítésében a mindkét darabban játszó Dózsa Zoltán aktívan tevékenykedik. A színházi előadások, koncertek és egyéb rendezvények szervezése mellett a kastély vezetősége a múzeum gazdagításáról is folyamatosan gondoskodik. A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye vásárlás és adományozás útján számos jelentős tárgyal bővült. Folyamatosan figyelünk az aukciós házak kínálataira, illetve hál' Istennek magánszemélyek folyamatosan megkeresik a Gödöllői Királyi Kastélyt hagyatékokkal vagy szerzeményekkel kapcsolatban. Ebből a két forrásból az elmúlt hetekben, hónapokban több tárgy is érkezett hozzánk. Talán a két legérdekesebb ezek közül. Jókai Mórnak egy könyve, egy kötete, amit a mester maga köttetett be Erzsébet királyné tiszteletére, és saját kezűleg adott át a királynénak a budai várban. Azt is tudjuk, hogy ez pontosan mikor és hogyan történt, ugyanis a korabeli újságok beszámoltak róla. Sajnos a könyv az eltűnt a 20. század során, és néhány héttel ezelőtt egy aukción tűnt föl. Természetesen a társaságunk mindent megtett azért, hogy mi vásárolhassuk meg, és büszkén mondhatom, hogy a Gödöllői Királyi Kastélyhoz került ez a ritkaság. A másik, dr. Lányi Jánosnak, egy orvosnak a hagyatéka, aki címzetes, tiszti törzs főorvos volt, ráadásul az udvarban dolgozott udvari orvosként, a királyi családot, illetve több a főudvarhoz tartozó nemes embert is gyógyított a 19. század második felében. Az ő orvosi naplója és számos orvosi kelléke került hozzánk, a dédunokája adta kölcsön a kastély számára térítésmentesen. Ezeket is igyekszünk majd a jövő év tavaszán bemutatni a tárlatban. Az orvosi könyvben természetesen az is szerepel, hogy például Erzsébet királynét, Ferenc Józsefet, vagy az udvartartásból más híres embereket, mikor és milyen betegségekkel kezelt a főorvos úr. Vásároltunk fotográfiákat, képeket a királyi udvartartásról, illetve a Horthy időszakból is, valamint porcelánok visszakerültek a Gödöllői Kastélyba. Többféle mintával is használtak herendi porcelán készleteket a Gödöllői Kastély területén. Most kettőből sikerült vásárolni, illetve visszakapnunk tárgyakat. Az egyik egy aranyszegélyű, amin Ferenc József monogramja is látható. Ez egyébként most is használatban van, természetesen nem Ferenc József monogramjával, hanem a magyar címerrel díszítve a parlament hivatalos étkészlete.
A másik készlet a gödöllői mintás, mely szívünkhöz oly közel áll, hiszen ezt a mintát kifejezetten a gödöllői kastély számára készítette a Herendi Porcelán Manufaktúra. Ezt is azóta lehet vásárolni természetesen. Az egyik legdrágább mintája a Porcelán Manufaktúrának. Különleges eredeti darabok, az is lehet, hogy ezekből fogyasztotta vacsoráját itt Gödöllőn Erzsébet királyné vagy Ferenc József. A különleges 1876-os Jókai kötet és a többi értékes újonnan beszerzett kiállítási tárgy 2020 márciusától lesz látható a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállításában.